Az Aracsi pusztatemplom az egyik legkorábbi építészeti emlék Vajdaságban. Hajnal Jenő, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója elmondta, a konferenciának igen nagy jelentősége van. A konferenciának az a legfőbb célja, hogy olyan szakembereket ültessen le, és olyan párbeszédet kezdeményezzen, amelyek a jövőben visszafordíthatatlanul lehetővé teszik, hogy bármi történik az Aracsi pusztatemplommal és annak környékén, az egy közös, legmagasabb szintű szakmai grémium által javasolt vélemény tükrözzön. Kórhec Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, a magyarság történelme szempontjából igen nagy jelentőséggel bír a pusztatemplom. Az Aracsi pusztatemplom az a magyarság számára nem csupán egy szakrális műemlék, egy történelmi műemlék a középkorból, a Magyar Királyság idejéből, egy Szent István alapította egyházmegyének a központja, hanem egy olyan műemlék is, amelynek kultikus jelentősége van az itteni magyarság számára. A konferencián több szerbiai és magyarországi szakember is részt vett. Biacsi Karolina okleveles kőszobrász-restaurátor művész is tartott előadást, mégpedig a templom építőanyagaival kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket tárta a jelenlévők elé. A mai prezentációm az gyakorlatilag a 2009 és 11 között történt Aracsi templomrom épületanyagainak a kutatását mutatta be. Értem ez alatt a követ, a téglát és a vakolatot is, amelyeket vizsgáltunk, azoknak a származását, illetve azoknak a károsodási folyamataiknak a vizsgálását és bemutatását tartalmazta. A tudományos tanácskozáson szó volt az Aracsi templom jövőjéről, a régészeti kutatásokról és a helyreállításkor alkalmazott anyagok káros hatásairól. A napot közös vita zárta.